Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Qualitativer Unterricht vom Kindergarten bis zum Abitur. Alfred Manns über aktuelle Fragen des Nationalitätenunterrichts. Programm der offenen Tore in Bonhard im Haus der Ungarndeutschen. Schneeballbacken und Verkosten, Spielstubebeschäftigung. Schwäbisch, Ungarisch, Südslawisch. Der Tanz der Nationen feiert sein 10-jähriges Bestehen. Programmreihe zum Jubiläum. Der Deutsche Traditionspflegeverein Ratsbetter ist 30 Jahre alt. Die neue Strategie der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen liegt vor. Mit dem Vorsitzenden des Bildungsausschusses, Alfred Manns, haben wir noch vor der Vorstellung der neuen Strategie über die aktuellen Fragen des Nationalitätenunterrichts gesprochen. Laut ihm ist eine neue Einstellung erforderlich, da immer weniger Kinder von zu Hause Deutschkenntnisse mitbringen. Leider bringen immer weniger von zu Hause Deutschkenntnisse mit. Dementsprechend muss auch auf dem Gebiet des Nationalitätensprachunterrichts eine neue Strategie ausgearbeitet werden. Diese ganze Identitätsfrage hängt nach meiner Auffassung nach sehr, sehr eng mit der Sprache, mit dem Sprachgebrauch zusammen. Es ist mir natürlich klar, Identität hat mehrere Faktoren, mehrere Merkmale. Also da gehört natürlich die Kultur und Sitten und Bräuche und noch sehr vieles dazu, die alle auch Träger der Sprache sind. Also man kann das nicht isoliert betrachten, aber ich glaube, ohne Sprache langfristig kann sich eine Volksgruppe, eine Nationalität nicht erhalten. Und ich möchte auch kein Mitglied einer Volksgruppe sein, die ohne Sprache ist und nur tanzen und singen kann. Wir sind immer weniger Leute, die von zu Hause aus Deutschkenntnisse bringen. In unseren Schulen, in unseren Kindergärten auch. Ich glaube, hier müssen wir einfach eine andere Sichtweise nehmen. Es bringt nichts, wenn wir weinen und nachtrauern. Die Kinder bringen keine Deutschkenntnisse mit. Nein, das ist leider fast vorbei. Wir müssen eine andere Basis haben und darauf aufbauen. Und die andere Basis ist, es ist egal, mit welchen Deutschkenntnissen du kommst. Natürlich ist es gut, wenn du welche mitbringst. Wichtig ist, dass die Nationalitäten, Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, das Konzept haben, dass die Sprache auch von null oder mit wenig Sprachkenntnissen aufgebaut werden kann und Sprachkenntnisse angeeignet werden können. Also, wir freuen uns, wenn du zu uns kommst, quasi, und wir haben ein System, auf das wir aufbauen. Wie lerne ich denn ein Auto fahren? Indem ich mich hineinsetze und fahre und übe. Sprache geht auch nicht anders. Ich habe eine einfache Methode. Benutzen wir die Sprache. Man soll tapferer sein. Man braucht keine Angst vor der Zweisprachigkeit zu haben. Unsere Kinder können dadurch nur gewinnen, betont Alfred Manns. Ich glaube, da müssen wir viel mutiger sein. Viel mutiger. Mutiger muss der Träger sein, denn der Träger hat ja den Einfluss auf die Bildungsinstitution. Mutiger sollten da auch die Pädagogen sein, natürlich die Kinder auch und die Eltern auch. Dürfen keine Angst davor haben, oh Gott, was passiert, wenn jetzt um 5 ungarische Lieder weniger das Kind lernt. Aber schauen wir doch die andere Seite an. Welchen riesigen Gewinn bekommt denn ein Kind dadurch, wenn es zweisprachig aufwachsen kann? Ich bin mir sicher, dass es auch im kognitiven Bereich das sehr viel bringt. In der Gefühlswelt auch sehr viel bringen wird. Und dieses Kind wird aufgeschlossener,
sein und schließt sich nicht ein. Also ich sehe da nur Vorteile in diesem Bereich. Der Nationalitätenunterricht sollte nach meiner Auffassung ein qualitativer Unterricht sein. Und damit will ich nichts anderes abschätzen, sondern eher einen Wert der Sache geben. Das muss auf hohem Niveau laufen. Und wir möchten erreichen, wenn jemand einen im Nationalitätenunterricht einnimmt und wenn er das durchmacht, Kindergarten und Grundschule und vielleicht auch noch Mittelschule, dass dieses Kind dann wirklich mit zwei Sprachen rauskommt und Abitur macht. Und zwar nicht nur deshalb, damit er zeigen kann, ich habe B1 oder ich habe C1 Sprachprüfung, denn nicht das zählt, sondern auf dem Arbeitsmarkt zählt auch, was kann ich mit der Sprache anfangen. Zum Erfolg sind überzeugende Konzepte, entsprechende Rahmenbedingungen, autonome Träger und gut ausgebildete Pädagogen erforderlich. Fortdauernd kamen die Interessenten zum Programm der offenen Tore ins Bonhardter Haus der Ungarndeutschen, das von der Bonhardter Deutschen Selbstverwaltung, dem Ungarndeutschen Kulturverein und dem Kränzlein Volkstanzverein organisiert wurde. Die Idee, gemeinsam Schneeball zu backen, kam zu Fasching. Sie konnte aber erst jetzt verwirklicht werden. Den 6. Mai am Nachmittag konnte ein jeder die Heimatstube besichtigen, das Backen vom Schneeball erlernen oder eben das Patschka-Stricken ausprobieren. Es duftete nach frisch gebackenem Krapfen rund um das Haus der Ungarndeutschen. So konnten auch diejenigen, die noch nie dort waren, leicht den Weg finden. Großmütter und Enkelkinder, Mütter und Kinder beschäftigten sich in der Küche, kneteten, rollten den Teig aus und schnitten ihn auf, backten die leckeren Schneebälle und Kräppel. Die ersten Bonhardener Einwanderer kamen aus Franken. Sie waren katholisch und sie kamen um 1724. Und sie haben auch vieles mitgebracht und auch dieses Wissen. Und wir wissen auch, dass in Franken es eine sehr große Tradition hat, Schneeball zu machen. Und wir haben hier in Bonhard einen Patschka-Kreis. Monatlich einmal kommen wir zusammen und wir haben auch eine Tanzgruppe. Und ich erzähle immer den Kindern über die Bräuche, was man gebacken hat, was man gemacht hat oder welche Sitten man hat. Und als Fasching war, habe ich über die Krapfen erzählt und auch über Schneeball und habe auch ein Zeug mitgebracht, womit man das backen kann. Und die Tänzer waren sehr begeistert und haben nachgefragt, ob sie auch das machen könnten. Und so kam die Idee, hier ist der Deutsches Haus und dann könnten wir etwas machen und vielleicht zusammen machen, damit die Kinder von den Älteren das erlernen. Und so, einige haben gesagt, sie haben das Haus noch gar nicht gesehen. Und so hat Herr Janey gesagt, dann wird er das zeigen. Und so haben wir so kam die Idee, dass wir heute eine offene Tür haben und jeder kann reinkommen und kann das Haus anschauen. Hier sind die Mitglieder des Patschka-Kreis. Sie helfen auch bei dem Backen. Hier sind auch einige, die das zu Hause schon machen. Und einige haben auch noch so mitgebracht, womit wir das backen. Und ich denke, hier sind sehr viele Leute da und sie sind sehr begeistert. Es sind auch eine Familie, die aus Page gekommen sind. Sie haben das gesehen, dass hier so etwas machen kann oder anschauen kann. Und so, hier sind wir viele Leute da. Ja, natürlich, auch einige Jungs möchten das ausprobieren. Und ich denke, so können wir das weitergeben, unsere Sitte und Bräuche. A tánccal régóta elkezdtem, és ugye emiatt, a program miatt eljöttünk, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, meg hogy ehhez a táncközösséghez tartozhatom. Jöttünk segíteni, meg jól érezni magunkat. Maria Heim ist aus Altglashütte angereist. Aufgrund ihres Rezepts und ihrer Instruktionen wurde das leckere Gebäck zubereitet.
Ich bin heute eingeladen hier auf Bonnhard zum Krabbenbacken, Schneeballer. Und wir sind sehr viel zusammengekommen und hoffentlich wird alles gut werden. Eigentlich, wir backen die Krapfen auf Fasching. Jetzt ist aber schon nach Fasching, aber die kann man nach Fasching auch essen. Das Rezept, es sind 60 Päckchen Mehl, 5 Eier, gelb, das Gelbe, ein Vanillezucker, eine Betty Wein, Weißwein. Das muss man zusammenkneten, auswählen und dann einschneiden. Und dann ist eine Form, wo man das neu tut und muss in Fett ausbacken. Und dann mit Puderzucker einstreuen. Und das ist das Ganze. Luza Mandic wird deutsche Nationalitätenlehrerin. Sie studiert an der Sächsischen Fakultät der Uni Pécs. Mit ihrer Großmutti zusammen backt sie gerade Schneebälle und Kreppel. Ich lerne alles jetzt gerade und ich backe die Bälle. Die sind eigentlich nicht die Bälle, die Schneebälle, sondern wie heißt dann das? Der Kreppel. Ja, der Schwäbisch heißt das der Kreppel. Und ich backe sie jetzt im heißen Öl. Das ist hier ein Schneeball, was ich jetzt eben backe. Wir müssen es so machen, dass wir den Teig in die Form legen und dann müssen wir es ins heiße Öl hinein und dann müssen wir es rundherum drehen und wenn es fertig ist, dann müssen wir es rausnehmen. Aber das braucht nicht viel Zeit, weil das Öl ja heiß ist und die Bälle schauen dann gut aus, wenn sie so hell ausschauen. Und danach bekommen sie Puderzucker darauf und auf dem Tisch können Sie es schon so ansehen. Auch die Mitglieder des Patschka-Strickkreises warteten auf Interessenten, um ihnen ihr Wissen und Können zu zeigen. Und wer Lust hatte, konnte sogar das Patschka-Stricken ausprobieren. 2008 óta és azóta minden hónap második péntekén összegyűlünk a csapattal és kötögetünk, beszélgetünk, egymást tanulunk egymástól sokat. Édesanyámtól tanultam, ő meg egy idős német asszonytól tanulta, és így sikerült nekem tovább vinnem. Nyáron, egész nyáron Pacskerba járok, gyerekkoromban is úgy jártam, most is. Der Beweis für den Erfolg der Veranstaltung ist, dass am Spätnachmittag die Zimmer und sogar der Hof des Deutschen Hauses voll von Besuchern war. Die diesjährige Reihe des Tanzes der Nationen hat begonnen. Das mit Zusammenschluss von Bürgern gestartete Programm feiert 2022 sein 10-jähriges Bestehen. Zum Anlass des Jubiläums wurden die Interessenten von den Veranstaltern zunächst zu einem gemeinsamen Tanzhaus eingeladen, wo sie die ungarischen, schwäbischen und auch die südslawischen Tänze kennenlernen konnten. Authentikus dallamoktól volt hangos a bácskai kultúrpalota. Szombaton tizedjére is kezdetét vette a Nemzetek Tánca sorozat. 2012. augusztusában szerveztek első alkalommal táncházat a Sugovica Tánckör Egyesület ötlete nyomán a Sétáló utcában. A kezdeményezéshez pedig idővel egyre több nemzetiség csatlakozott. Ebből nőtte ki magát az immár 10 éves fennállását ünneplő rendezvény. A hagyományápoló program népszerű a bajaiak körében. Ezt bizonyítja, hogy az egy évtized alatt mintegy 100 000 embert sikerült megmozgatni a táncházak alkalmával. Összegezték a szombati megnyitón. A város életében fontos szerepet töltenek be a közelben élő nemzetiségek. A táncházak a kultúra mellett a helyi turizmus fellendítéséhez is rendre hozzájárulnak, mondta Nyirati Klára polgármester. Sokszínű kultúra uralja ezt a kisvárost, és ennek a kultúrának az egyik legszebb vívmánya ez a rendezvénysorozat, és igazából amikor azon gondolkodtam, hogy mit is jelent a tánc, akkor megragadta a figyelmemet egy idézet, amit most nem hagynék ki, és felolvasnék mindenképpen, mert szerintem annyira megragadja a lényeget, ez így hangzik, és Tony Persons egy újságírótól származik. Ha a szíved csordultig telt, akkor már nem beszélsz, hanem énekelsz.
és ha a szíved túlcsordul, akkor már nem énekelsz, hanem táncolsz. Az ünnepségen a szervezők emlékplakettekkel hálálták meg az alapító egyesületek sok éves munkáját. A kerek évforduló alkalmából közös táncházba invitálták a bajaiakat, akik így a délszláv, a magyar és a sváb táncokba is bepillantást nyerhettek. Utóbbiakat Szauter Terézia, az MNAMK főigazgatója tanította meg a résztvevőknek. Edzsberger Teréz és Hornyegné Váradi Mária 2019-ben gyűjtötték maguk köré a sváb kultúra iránt érdeklődő fiatalokat. Azóta rendszeresen szerveznek kulturális programokat a bajai sváb táncház keretében. Igazándiból a táncházat azért alapítottuk, mert hogy nincs lehetőségük a gyerekeknek, ma már nincs lakodalom, nincsenek olyan rendezvények, ilyen családi nagyobb rendezvények, ahova a gyerekeket elviszik, ahol ők ebben részt vehetnek. És ezért lett alapítva ez a táncház, hogy a gyerekeknek legyen lehetőségük egy kicsit táncolni, és egy kicsit ismerkedni a saját zenéjükkel. A táncosok minden alkalommal megadják a tiszteletet a tradíciónak, így ezúttal is sváb népviseletben léptek parketre a résztvevők. Én Csávóról származom, és a viselet is egy csávói viselet. A dédnagymamámnak a fénykép alapján varta egy varónő. Ennek mit jelent akár az, hogy a déd szülők viseletéhez hasonlít az az öltözék, az a viselet, ami... Épp a Terikének meséltem, hogy az óvodában, ahol dolgoztam, nemzetiségi hét volt, és meghívtak, és akkor húztam fel először ezt a ruhát, és este felhívtam a Terikét, és mondtam, hogy Terike, olyan érdekes érzés volt, és nagyon jó érzés volt felhúzni. A sváb dallamok rövid időn belül a parketre vonzották a látogatókat. Fázó Anna 5 évvel ezelőtt csatlakozott a helyi délszláv tánccsoporthoz. Ezúttal azonban ő is a sváb koreográfiákat leste el. Én ezeket is ismerem, mert az MNAMK-ba járok, és én szeretem ezeket a táncokat is, mert szerintem a hangzása a daloknak is nagyon jó, és persze eltérő, mint a délszlávok, de azért szerintem ezekre is nagyon jól lehet táncolni. A Nemzetek Tánca a következő hetekben folytatódik. Legközelebb május 28-án várják a látogatókat, amikor is magyar táncokat tanítanak a résztvevőknek az Ötvös utcában. Der Deutsche Traditionspflegeverein Ráczpeta hat seine Programmreihe zum Jubiläum fortgesetzt. Die ungarische und deutsche Bevölkerung lebt friedlich nebeneinander und diese schöne, ideelle Tradition ist auch in der Arbeit des Vereins vertreten. Der 30 Jahre alte Verein beginnt schon im Kindergarten, die Kinder mit der schwäbischen Kultur bekannt zu machen. Az Újpetrei Német Hagyományőrző Egyesületet 1991. novemberében alapították. Elsőként a felnőtt vegyes kórus jött létre, majd a következőkben az ifjúsági tánccsoport, a fúvós zenekar és a kézműves szakkör is megalakult. Céljuk ma is a helyi szokások, hagyományok gyűjtése, az Újpetrén jellemző sváb tájszólás megőrzése, dokumentálása. Annak ellenére, hogy a lakosságon belül 20% körüli a németség aránya, az Egyesület rendkívül aktív szerepet tölt be a falu kulturális életében. 30 év alatt rengeteg minden változott, de a vezetőség egyszer változott. Én 20 éve vezetem éppen az idén az Egyesületet, és kórussal kezdtünk, és tánccsoporttal, így alakítottak meg annak idején egy hagyományőrző tánccsoportot és kórust, de ez sajnos idővel ők nyugdíjba vonultak, úgyhogy most már egy gyermektánccsoportunk van, felnőtt tánccsoportunk, és amire nagyon büszke vagyok, hogy a régi nénikéink, nagymamáink itt vannak velünk, és egy kézműves kört vezetnek, ez a Szorgos Kezek kézműves kör, és az ifjúsági fúvós zenekarunk is működik, és méltán vagyok nagyon büszke rájuk, ugyanis egy kis település vagyunk, de mégis a régióból nagyon sok gyermek jár hozzánk, tanulnak hangszeren, ezt is, ennek is megadjuk a lehetőségét, és egy ifjúsági fúvós zenekarunk így tud működni. És ma, ez a mai nap egy kimondottan olyan kis ünnep, hogy a pandémia miatt nem lehetett különösebb ünnepeket rendezni, ezért úgy gondoltuk, hogy sok aprót rendezünk. Na most ennek a gyerekek nagyon örültek, mert palacsintasütés volt, eredeti sváb ételeket készítettünk, és akkor mindig egy kicsit csöppentettünk nekik. Úgyhogy azt gondolom, hogy a torta helyett azért nagyon örültek annak, hogy ilyen is van.
És ma például ezt szeretnénk egy kicsit megünnepelni, hogy egy kis műsorral, tényleg csak ízelítőként, és utána egy kis szeretett vendéglátással. A tánccsoport és a fúvós zenekar is komoly utánpótlással rendelkezik. Nekem a nagyszüleim, ők tiszta svábok, illetve a dédszüleim is, úgyhogy nálunk mindenféle hagyomány meg van tartva, ami lehet, sőt, még dédnagymamám ruhái is megvannak fönt a padláson, úgyhogy mindent megőrzünk a sváb szokásokból és hagyományokból. Én itt a tánccsoportban szereplek, csak viszont van zenekarunk is, illetve az idős néni kézműves köre, tésztákat is szoktak gyártani. A ruhám az a tánccsoporté, egy 2 éve készítettük őket, ha minden igaz, akkor ez eredeti újpetrei mintára készült. Egyébként a kötényem az teljesen eredeti. A tánccsoportban a Jánosek Barbi hívott egyszer engem föl, hogy hey, hello, gyere, mivel zenekarban is vagyok, meg ami szokott lenni itt Újpetrén ezek a táborok, abban is részt veszek, és mondta, hogy hát figyelj, akkor gyere tánccsoportba. Ez volt, nem tudom, 7 évvel ezelőtt talán mondjuk, de lehet még több is. A család gyökerek alapján, én úgy tudom, hogy anyukám elvileg ő sváb, nem tudom hány százalékban, szóval elvileg onnan örökölhettem, ez én őszintén én nem mondom azt magamról, hogy vérügyileg 100%-osan sváb vagyok, és ezt nem állítom magamról. Szóval amikor mondják nekem, hogy ő nem igazi sváb, hát nem, de az igyekszem tenni érte. Most itt tervügyileg szerintem ez csak egy jó társaság, kikapcsolódás, hobbi. Maga a sváb zene, mondjuk úgy, hogy amikor zenekarban ülök, akkor örömmel játszom. Én a kürtöt játszok, Olajsz kürtöt, az sváb zenében általában eztem. Szóval, amikor benne vagyok a zenekarban, akkor szuper, csak amikor meghallom a sváb zenét, akkor már úgy más. Szóval játszani teljesen más, ez olyan, mint a foci. Nézni nem szeretem, de játszani igen. Az újpetrei iskolában német nemzetiségi oktatás folyik, de a legkisebbek már az óvodában is megismerkednek a német nyelvvel. Mindkét intézménybe a környező településekről, Kiskassáról, Pécs-Devecserről, Peterdről és Palkonyáról is érkeznek a gyerekek. Az óvoda is és az iskola is német nemzetiségi hagyományokat ápol, és heti 5 órában például az iskolában tanítanak németet. Az óvodában természetesen lehetőségek szerint, hiszen motiválva kell a gyerekeket, a piciket erre, de én azt gondolom, hogy az a gyermek több, aki már egy kicsit fogékonya az idegen nyelvre, illetve aki zenét tanul, illetve aki bármilyen mozgás kultúrát végez, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Igen, a kicsik már az óvodában tanulnak táncolni, a laplépéseket nyilván nagyon egyszerű zenéket és dalokat, és a nagymamáinktól összegyűjtöttünk egy kis verses könyvet, énekes könyvet, amiből aztán mazsolázgatunk és megtanítjuk a gyerekeket. Nagyon szeretik, és az a döbbenet számomra, hogy nem kezelik, mire iskolába kerülnek, nem kezelik idegenként, vagy idegenkednének tőle, úgyhogy én azt gondolom, hogy fogékonyan tanulnak tovább. Ich möchte mich für Ihre Liebe Aufmerksamkeit bedanken. Auf Wiedersehen.